A fiatalok nagy érdeklődést tanúsítottak a szövésnél is ősibbnek számító technika, a nemezelés iránt. A módszer folyamatáról Végső Vivien kollégista, a foglalkozás vezetője mesélt. A nemezelésnek többféle technikája van, van a száraz nemezelés is, amit tűvel készítenek. Mi viszont a klasszikus variánst mutatjuk most meg. Szükséges hozzá meleg víz, szappan, illetve a gyapjú, amit átdolgozunk és fécesítünk. A kézműves szakkörön filcelt labdákat készítettek a jelenlévők. Fercsik Bence Máté előtt eddig ismeretlennek számított ez a technika. Nem is nagyon hallottam eddig róla. Nagyon érdekesnek tűnik, és nagyon nehéznek. Fárasztó, nagyon. Nérics Tiana gyermekkora óta foglalkozik kézműveskedéssel. Második alkalommal vett részt a kollégiumi kézműves programban. Azt gondolom, hogy ha elég ügyesek vagyunk, akkor elég gyorsan, akár egy nap alatt is, mint most el tudjuk sajátítani. Nagyon jól érzem itt magam a szakköröm, valamint egyébként a kollégiumban is, és örülök neki, hogy ilyenre itt lehetőségünk van. A kézműves foglalkozást két időpontban szervezték meg 15 kollégista részvételével.